Tisztelt miniszter urak, alkotmánybíró asszony, alkotmánybíró úr, nagykövet úr, helyettes államtitkár úr, főispán úr, igazgató úr, képviselő úr, főügyész úr, tisztelt professzorok, professzor urak, professzor hölgyek, kedves kollégák és legfőképp tisztelt Martonyi család. Közös történetünk 150 év múltra tekint vissza, és a mai alkalom az ünnepi tanévünk, a kolozsvári alapítás 150. évfordulóját ünneplő ünnepi tanévünknek egyik nagyon fontos rendezvénye. Akkor, amikor a rendezvény naptárt állítottuk össze, akkor olyan rendezvényeket, aktivitásokat szerettünk volna ebben az ünnepi tanévben megjeleníteni, ami kifejezi a mi lényegünket. Kifejezi azt, hogy mit gondolunk a szegedi jogász közösségről, miben hiszünk, milyen értékrendünk van, mi az, ami motivál bennünket, meghatározza a jelenünket és meghatározza a jövőnket. Talán a sors játéka az is, hogy a kormányzati támogatásból megvalósult főépületi felújítást követően ebben a tanévben vettük újra birtokba főépületünket. Ez a főépület, ami hivatalos nevén Tisza Lajos körút 54, nem hivatalos nevén a Lófara épülete, amely mindannyiunk fejében lófaraként él, ez az, ami összeköt bennünket, rengeteg élmény köt ide minket, és nem csak azokat, akik a szegedi jogi kari közösség tagjai, hanem azokat is, akik már voltak ebben az épületben, és valamilyen emlék ide köti őket hozzánk. Azok, akik belépnek a főépületünkbe, azokban az a képzet jelenik meg, hogy akik ebben az épületben oktatnak, tanulnak, dolgoznak, azok tisztelik a hagyományt, tisztelik az elődök munkáját, megélik a jelent, és van egy masszív, magabiztos jövőképük. És ha már jövőkép, jogászok vagyunk, szeretünk a jogszabályok kapcsán arról beszélni, hogy mi a jogszabálynak az emberképe. Magánjogászként ugye azt látjuk, hogy az 59-es PTK-nak az emberképe Sólyom László szavaléval élve a denatuált burzsuá, a 2013 évi 5-ös törvény emberképe pedig a döntéseit autonóm módon meghozni kész és képes ember, aki vállalja a kockázatot és vállalja kockázatvállalása eredményeképpen a felelősséget. Látjuk azt, hogyha csak ezt a két dátumot vizsgáljuk a magánjogi kódex kapcsán, 60 év alatt sokat tud változni egy jogszabály emberképe. De ez a jogszabályra érvényes állítás. Mert hogyha azt nézzük, hogy mi a szegedi jogász közösség, mi a szegedi jogi kari közösség emlékképe, illetve emberképe, akkor azt látjuk, hogy ez egy sziklaszirátságú, nem változott az elmúlt 150 év alatt. Sziklaszirátságú, és ez nem vélemény, hanem tényállítás. Tudjuk egy 1986-os ítélet óta, hogy a tény és a vélemény megkülönböztetésére a bizonyíthatósági tesztet alkalmazzuk. Ez a tényállítás bizonyítható tényállítás. Hogyan tudjuk ezt bizonyítani? Úgy tudjuk bizonyítani, hogyha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, visszatekintünk arra az értékrendre, amit elődeink és a jelen szegedi jogászközösség oktatói, hallgatói, alumnusai, alumnái gondolnak magáról a virágról, magáról az értékrendről. Hogyha végig tekintünk ezeken az időszakokon, és végig gondoljuk azt, hogy mi az, ami motivál bennünket, miben hiszünk, miként gondolkodunk, azt látjuk, hogy tiszta fej, tiszta szív, higgadtság, józanság, és a józan ész az, ami meghatároz bennünket. És ezek tények. Hogyha az elmúlt évtizedeket tekintjük, hallgatóink közül egyetlen egy valakit szeretnék csupán kiemelni, Kis Tamást, aki a március 31-i ünnepi ülésünkön és az alumni bálunkon is jelen volt, nem mellesleg, csak jelezni szeretném, hogy Csepregi Évára táncoltam vele, zárójelbe zárva. Ő az, aki 1956. október 16-án jogász társaival, jogász hallgató társaival történelmet írt, fellobbantotta azt a bizonyos fáklyát. Mi közösségben gondolkodunk, hallgatók és oktatók közösségében,
Ezért nem meglepő az a fordulat sem, hogy az október 16-i auditorium maximumban megtartott nagygyűlésen perbíró József akkori oktatási dékán helyettes elnököt. Hiszen mi közösségben gondolkodtunk, és továbbra is közösségben gondolkodunk. Hallgatóink mellett oktatóink, professzoraink azok, akik életútjával bizonyítani tudjuk az ember képünk szilárdságát, hiszen ők azok, akik alakítják a karnak jelenét, a karnak jövőjét, de nem csak a karnak, hanem az egész társadalomnak is a jövőjét. Hiszen ők azok, akik példamutatásukkal, elhivatottságukkal, elkötelezettségükkel formálják a jogász nemzedék jövőjét és a jogász nemzedékek gondolkodásmódját. Büszkék vagyunk elődeinkre, tudományos elhivatottságukra és arra a hitvallásra, amit életpályájuk tanúsít. Büszkék vagyunk idősebb professzor Martonyi Jánosra. Az ő neve összefort a szegedi jogi karral. Sorsa közös a mi sorsunkkal. Értékrendje, elkötelezettsége, szakmaisága közös a szegedi jogi karral. Életpályájának kezdete összefort a jogi kar vándorlásával is. De hogyha egy picikét távolabbra tekintünk, már azt látjuk, hogy a tudományos közegbe való bekapcsolódása megjelent hallgatói évei alatt, hiszen a Közigazgatástudományi Intézet gyakornoka volt. Később itt a Magyari Iskolában tanársegéd. A Magyari Iskolának egy nagyon-nagyon meghatározó tagja. Akkor, amikor a habilitációs eljárásához előterjesztést kellett írni, és az előterjesztéshez professzort kellett rendelni, ez Magyari Zoltán volt. Magyari Zoltán a Közigazgatási Bíráskodás és Legújabbkori Fejlődése című idősebb Martonyi tanulmány kapcsán előterjesztésében az alábbiakat fogalmazta meg. Kiemelni óhajtanám a szerzőnek azt a belső szellemi világosságát és ítéletét, amely a műnek minden lapján szembetűnik, és nem csak a fogalmazás és stílus szavatosságában, hanem a gondolatmenet és dialektika tömörségében, az anyag kiválasztásában, a jegyzetek alkalmazásának módjában nyilvánul meg. Ami ékes bizonysága azoknak a kvalitásoknak, amelyek a szerzőre már egyetemi tanulmányai alatt összes tanárainak figyelmét felhívta. Idézet zárva, írta ezt Magyari, az akkor 30 éves idősebb Martonyi Jánosról. 1940. októberében a Szegedről Kolozsvárra visszaköltözött Ferenc József Tudományegyetem közigazgatásjogi és pénzügyjogi tanszékének a vezetését vette át egészen 1944-ig. 1945 az a dátum, 1945. decembere, amikor Martonyi János és a Martonyi család neve összeforrott Szegeddel, a Szegedi Egyetemmel és benne a Szegedi Jogi Karral. Hiszen 45. decemberében vette át a nemzetközi hírű Ereki Istvántól a tanszék vezetését, és egyetemi tudományos pályafutását Magyari Iskola tagjaként kezdte meg, és 1980-ban, amikor befejezte, nyugdíjba vonult, a Martonyi Iskola alapítójaként vonult nyugdíjba. Hogyha visszatekintünk egy picikét a naptárba, az 1945-46-os esztendőre, ez egy fontos, meghatározó időszak a szegedi jogi kar életében. Idősebb Martonyi János ekkor kapott katedrát, és gyakorlatilag vele egy időben ugyanekkor kapott egyetemi tanári kinevezést Bibó István is a szegedi jogi karra. Olyan kiválóságok oktattak ekkor a szegedi jogi karon, mint Bónis György, Balázs Pélemér, Buza László, Dezső Gyula, Sultej Személ, Fonyó Antal és Póla Jeremér. Ők azok, akik a már Szegedre visszaköltözött jogi kar alapjait, értékrendjét lefektették. Akkor, hogyha egy egyetemi tanárnak az életpályáját, életművét méltatjuk, akkor alapvetően három terület az, amihez kötjük. A tudománykutatás, az oktatás, és hát ugye a jelenlegi terminus technicusszal az intézménymenedzsment. Hogyha a tudományos
munkásságát tekintjük, láthatjuk, hogy számtalan publikáció, tanulmány, monográfia, tankönyv szerzője. Azok a területek, amelyek leginkább tudományos érdeklődésének az irányát kijelölték, az a közigazgatási bíráskodás, az államigazgatás törvényességének kérdései, az államigazgatási jog elméletének vizsgálata jelentette hazai és nemzetközi összehasonlításban. Az 1960-as évektől számos francia egyetem vendégprofesszora. Igazán fontosnak az oktatást, az ifjúság művelését tekintette. Kutatási eredményeit szerves részévé tette valamennyi disziplínának, amit oktatott. 4 évtizedes oktatói munka, tanári pályafutása alatt jogász nemzedéke generációit nem csak oktatta, hanem nevelte mintája által. Az 1980-as ünnepi kötetben az akkori dékán Veres József az alábbiakat írja köszöntő beszédében. Több ezerre tehető azoknak a száma, akik tőle vagy általa sajátították el a tárgyalapjait. Akik hallgatói voltak, azok számára mindig imponált rendkívüli tárgyi tudása, széleskörű irodalmi műveltsége. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy rendkívüli időkben huzamosabb időn át adott elő magyar jogtörténetet, közjogot, nemzetközi jogot és pénzügyjogot is. Rendelkezett olyan nevelői adottsággal, amelynek révén rövid időn belül közvetlen kapcsolat alakult ki tanár és tanítvány között. Szereti és megérti a fiatalságot, és ezt hallgatósága érzi. Tudja és szereti és tisztelik. Hogyha a harmadik ismérvet tekintjük, milyen szerepet töltött be az intézménymenedzsment területén, akkor azt látjuk, hogy a kor dékáni megbízatásaitól eltérően ő nem egy alkalommal választatott meg a jogi kar dékánjává, hanem 2 alkalommal, és ezen túlmenően rektorhelyettesi szerepet is betöltött. Büszkék vagyunk arra, hogy utódai lehetünk. De azt is tudjuk mindannyian, hogy igazán az képes alkotómunka kifejtésére, aki mögött egy összetartó, szerető család áll. És kerüljön is bármi az embernek a névjegykártyájára, írjanak is bármit az ember névjegykártyájára, a legfontosabb mégis az, hogy az ember mögött egy család álljon. És ez a család, a családtagok, azok, akik segítik őt, és segítették idősen Martonyi Jánost is pályája kiteljesedésében. Legyen bármi is a névjegykártyára írva, az ember leginkább a családjára, a gyermekeire büszke. Én külön örülök annak, hogy a Martonyi család elfogadta mai meghívásunkat, és mindannyian itt vannak, és mai nap együtt tudunk ünnepelni ezen az emlékülésen. A mai nap emléküléssel és szobaavatással emlékezünk idősebb Martonyi Jánosra, és tisztelgünk életműve előtt. A mai nap emlékülését akként állítottuk össze, hogy a délelőtti plenáris előadáson előadóink közül azokat választottuk ki, akik szakértői életművének, illetve tanítványai voltak. Későbbiek során professzorok adnak elő, olyan kollégák, akik fiatalként művelik a közjogtudományt, hiszen nagyon fontos üzenetet hordozott magában az ő életszemlélete, támogatni a fiatalokat, támogatni a fiatal kollégákat abban, hogy ki tudjanak megfelelően teljesedni. Értékrendünk, hitvallásunk, elkötelezettségünk örökre összeköt bennünket idősebb Martonyi Jánossal. Nekünk, szegedi jogi kari oktatóknak nem is lehet más a küldetése, mint a tudásátadás mellett az elődeink által megalapozott intellektuális értékközösség építése, fejlesztése, és az, hogy méltók legyünk professzoraink, méltók legyünk idősebb Martonyi János emlékéhez és életművéhez, szellemi örökségéhez. Köszönöm, hogy meghallgattak.